Szia mindenki, mondtam nektek a terhességi hét videóm, 21. hét, 21, és az az első kérdés is, hogy hány hetes vagy. Hát 21 hét vagyok most már kedden. Mennyit híztam? Még nem tudom, de szerintem vagy 2-3 kiló biztos. Mitől vagyok rosszul? Most igazából semmitől, csak hogy nem tudom, hogy mitől vagyok rosszul. Úgyhogy korán kelés, vagy hogy ha este nem tudtam aludni annyira jól, mint például az alvásnál, nem tudok annyira jól aludni most már. És felkelni reggel, hogy nem pihentem ki este magam, nagyon rossz, és attól vagyok egy kicsit rosszul. Ma reggel például majdnem megint hanytam, azért mert szédült velem minden, nagyon nem volt jó. De csak ettől szoktam rosszul lenni. Meg a szagoktól most már jobban érzem, hogy mikor Gabi befújja magát, hogy a parfümmel, vagy valami ilyesmi, akkor, és odajön hozzám utána, akkor már fúrdogra mondom, annyira nem kell, lehet az, hogy alített magára. Nem baj! vettem új kis mamaruhát? Nem. Vettem új gyerekruhát? Igen. Ez, hát múlt héten is vettem, meg a héten. Oké, akkor, hogy mondjam, a 19. héten vettem, meg a 20 heten is, és most, hogy 27, vagy 21 hetes vagyok, hát tegnap vettem egy párat is. Azokat majd mindjárt meg fogom mutatni nektek, nem ebben a videóban, hanem egy ilyen haul videóban megmutatom. Szerintem az lesz a következő videó amúgy is, de abban megmutatom, hogy egy pár dolgot, amit vettünk. Nem mindent mutatok, mivel, hogy mikor elég kicsi volt, voltak olyan semleges dolgokat, meg fiús dolgokat, amit tudtunk használni, és így nem az hordani fogja a másik is. Majd egyszer, mikor már a végénél vagyunk, hogy már 32 hetes környékén, szerintem akkor, ha gondoljátok, csinálhatok egy olyan videót, ahol az összes ruháját megmutatom, de lesz sok szó. Sok idő lesz az a videó. De ha gondoljátok, majd akkor megmutathatom nektek, de most csak egy pár dolgokat megmutatom nektek a következő videóban. Boldog vagy hisztések többször a héten? Inkább boldog voltam ezen a héten azért, mert hogy a legjobb pillanat mi volt a héten. A keresztapámnak a nagybátyám és anyámnak a tesója. Okay. Neki van egy feleség, és nekik most született meg a kisbabájuk, úgy hívják, hogy Dorea Bence, és olyan ügyes, ilyen kis pufi meg minden, nagyon kis cuki. Szóval az volt a legjobb héten, és azért voltam ennyire boldog, mert hogy látszott is rajta, hogy majd nem sokára, meg hogy várjuk, meg minden, utána, hogy sikerült, és már nagyon örülök neki, most bent vannak, mert 13-án született meg. Egy kis édes. Jó nagy baba lett, 3400 gram, meg 56 centi, azt hiszem. Nem tudom, meg kell néznem, de nagy baba. Egy kis édes nagyon. Feltettem ráadásul egy képet is, hogy megosztottam az ő képüket, és már ha megengedik, amire remélem, hogy megengedik, akkor levideózom nektek. gyűrűk, még fent vannak, köldök, még bent. Mi volt a legjobb a pillanat a héten? Az. A neve, ja nekik fiú, de nekünk is fiú, a neve. Még nem mondjuk el, mert még nem akarjuk ezt elmondani. Majd valamikor, mikor hivatalosan azt eldöntöttük 100%-ra, hogy az lesz a neve, akkor megmondjuk. Kívános, hogy mire vagyok kívános. Még mindig a savanyú gumicukorra, azt szerintem az örökre ott fog maradni. De találtam egy alternatív dolgot, amit tudok enni, vagy inni, vagy valami ilyesmi, az is egy kicsit savanyú. Ez a Cactus Top Joy, vagy valami. Azért meg vagyok borondulva, ha mindig, ha látom, akkor veszek le egyet a polcra, vagy kettőt, mert az nem tudom, ilyen savanyúkás, vagy nem tudom, ha kívánok édességet, vagy hogy ilyen savanyú valami, azt szoktam, vagy egy savanyú cukorkát. És akkor így. Csíkok, vannak egy párok, hát láttátok a múltkor is, nem annyira vészesek, meg még fehérek, nem lilák, szóval így nem annyira nagy. Szóval nem annyira vészes a csíkok, meg minden, de vannak egy párok.
várom, hogy megszülessen, meg várom, hogy bejöjjenek haza a kicsivel. Hogy mit várok? Most már várom, hogy meg legyen a baba, meg hogy a nyár. Sziasztok! Hogy nagyobb hasam legyen, amúgy egy kicsit fura, mert sziasztok! Most is nagy nekem, és ilyen fura, mert nehéz, meg nehéz lehajolni, azért, mert hogy lent van nagyon, így azért, mert lent van nagyon, így érzem sokszor, amikor lehajolok, akkor érzem, hogy őt nyomom. Az alvás, nem tudok aludni, meg mozgás, ami van a kicsinek, van egy csomó. Van mozgás a kicsinek, egy csomót mozog, meg így dübög, meg minden. Most már egyre erősebben. Van, mikor más is érzi, de ritka, mivel ha oda tesszük a kezünket, ő senkinek nem akar mozogni, csak nekem. És nagyon ritka, amikor mondjuk Gabinak megüti a kezét. Egyszer vagy kétszer volt az, ha megütötte, és úgy, oké, mert csak ilyen kis picit, hogy ilyen kis semmiség volt, de azért szokott mozogni sokszor. Majd jövő héten, 22. hétre fogunk menni ultrahangra, de mikor csinálom a videót, még nem voltunk, mivel kedden csinálom a videókat, a 22. hét ultrahang, meg ilyen pénzes környékén fogok menni nekem. Sziasztok! Sziasztok! Na, köszönjél el, Eli! Bye! Bye! Na, sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek a videót! Mua! Sziasztok!